illeti a pálya teljesítése ma. Próbáltunk kérdezni, illetve megkezdtünk. Szóval nem mindig sikerül? Legbiztosabb, hogy sikerül. Hol voltak jobbak és hol gyengébben? Szerintem váltunk. Ez volt az elején és a gyengébb. Ez a feldöntőnek eltelt. Az nem volt a végén jó? Elég dobálás nem sikerült. Túl nagyon? Túl nagy. Azok a prányú gyerekek. Az autóval nem volt gond. Család élvezte. Na hát akkor kíváncsian várjuk a második dusát. Ez pedig az ügyességi. Indítás nélkül. János, ma hanyadszor vagy? 20. 20. És még mindig bírja? Igen. Végig ment szépen, nyugodtan, minden rendben volt? Igen, minden jó volt. Hány darab lóerőd volt ma, szerinted? 3. 3, de az nagyon erős volt. Örülünk, hogy Kékesletű nem volt a cél pontok között. Hol voltál, melyik település tetszett a legjobban a játékra? Hát volt egy Markozon, ez a gyertyaeldőt és egy zsinó volt a derükunkon, és négy gyertyát el kell dönteni egy időben, meg mi meg lett? Hány óra alatt sikerült? Hát 10 másodperc alatt. Akkor jó van. És a motorgyertyája rendben van még? Még nem jön, mi jön, már ugye kiderül, hogy akkor nem. No, hát akkor a Wes Manfred, amelynek csodálatos porcelán logóját megnézhetik majd holnap délelőtt 10-től délig a kiállítás alatt ugyanitt. Akkor lehet közelebbről megnézni nyugodt állapotban a gépeket, és hát király János itt van velünk már. Utaskor, közelként az 48-as Wes Manfredet pedig nehéz túlkiabálni. Többrád, János neki nyomult, és a mezőn leggyengébb gépével is végigment akkor a délelőtt folyamán. Igen, szépen célás. Leggyengébb után egy erős következik. Kérek szépen egy bemutatkozást. Négy-ötvenesen, ebben hány kacsi van? 250. Az előbb látott motorhoz képest ez 75-80 szoros, vagy ez a 81-2-szeres túl teljesítés. Teljesített jól a gép ma? Jó, a teljesen kicsit megálltunk, hát ez igen, mondtam a kabrióknak, ez nem jött jól, viszont most látok sütött a nap. Hol csináltátok a legjobban a feladatot? Köszönjük szépen, remélem kerékcsere nélkül megúsztátok a következő másfél percet. A Merciben, tehát a német képosztály, hátsó kerékhajtású, csodálatos V8-as motorja dübörög. Egyesült Államokból, Dallasból, lehet ismerős az autó, hogy ez már keresztül. V8-as.